Na, sziasztok! Sziasztok, köszöntjük a kedves nézőket! Egy unboxing videóban. Unboxing videó. Nagyon régen volt már unboxingos videónk, de az élet úgy hozta, hogy ismét... Most lesz ilyen megint. Egy ilyet fogunk nektek készíteni, nem is akármit, gyerekek. Vettünk egy fűkaszát. És már ideje volt. Ideje volt. Elmondjuk ennek is azt tudját, hogy ez így most hogy jött össze. Ugye, aki régebb óta követi a csatornát, az tudja, hogy hát vettünk egy tonyát. És ott azért van mit vágogatni hébe, hóba, itt-ott. Igen, igen. Van mit vágni, ugye nekünk van két fűkaszánk, két Dolmár MS230C, erről is már volt fönt videó. Még az első videó között volt egy ilyen, igen, amikor ezzel vágtuk a füvet. Mind a kettő, tehát a maga gyártás az Németországban történt, illetve a motorja mind a kettőnek egy Mitsubishi motor. Tehát mindenképpen a japán vonalat akartuk tovább folytatni, mert ez egy nagyon jó kis gép, nagyon jól bevált. Tehát a régebbi gépünk az 8 éves, a fiatalabbik az 4 éves, de egyforma típus. Nem volt még szervizbe. Nem. Fú, pedig már mennyit pedig, ment. Pedig mentek rendesen kapták, az ívet. De soha nem kellett még szervizbe vinni. Mindig megkapta megfelelő karban a tartást, és nem volt vele soha semmi gond. Úgyhogy úgy döntöttünk Atival, hogy mindenképp a japán vonalat fogjuk tovább képviselni, és akkor itt jött a képbe az, hogy hát akkor egy erősebb fűkasza. Mert nagyon jók, nagyon fasz a gépek, de azért kezeljük helyén a dolgokat. Ez egy lóerős körüli gépekről van szó. Hát nem az egyméteres fűnek a legjobb választás ez a kicsi fűkasza, lehet vele dolgozni, de azért nem akarjuk elpusztítani azért a két Dolmár fűkaszánkat se. És ezért vettünk egy erősebbet. Mégpedig egy Nikarit. Egy Nikari SX vagy SXD50N típusra hallgató japán fűkaszát. Ez is Japánban készül, csak nem Mitsubishi motorral, hanem Kawasaki motorral. Igen. És ez úgy jött, hogy akkor kell egy fűkasza, és akkor honnan kéne ezt megvásárolni. Régóta követjük itt a peterlancfűrész.hu című sztorit. Alkatrész beszerzése, mit tudom én, tehát nagyon jó bevált eddig. Ráírtunk Péterre, hogy hát nekünk igényünk lenne egy ilyen komolyabb fűkaszára, és hogy hogyan tudnánk ezt szépen letárgyalni. Péter nagyon segítőkész volt, meg tudtunk vele állapodni szuperül, segített nekünk, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy akkor mi is segítünk neki, és csinálunk egy ilyen kis promós videót. Úgyhogy ez ilyen oda-vissza. Ez egy ilyen egymás, tehát egy ilyen kooperációs megoldást tudtunk megbeszélni, és drága barátaim, mielőtt még kibontjuk, ez még így nem minden. Még Péter nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy aki ezt a videót most nézi, innentől kezdve a következő 3 hétbe, aki a peterlancfűrész.hu-n szeretne vásárolni valamit, az 15 000 forint feletti vásárlás esetén, ha beírja a kedvezmény részbe az, hogy Herbert. Ez a kuponkód. A kuponkód. Kap a vásárlás végösszegéből 10% kedvezményt. Na, ez a nem semmi, srácok. Ez a nem semmi, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy akinek szüksége van alkatrészre, úgyhogy aki akar venni, az most vegye meg. Bármi ilyesmire, az óriási választék van Péternél, úgyhogy lehet válogatni, akkor ne tartsa magába, hanem akkor tessék vásárolni, amire éppen szükségetek van, mert olcsóbb nem lesz az, biztos igaz. Úgy gondoltuk Atival, mondjuk ezt még Péterrel nem beszéltük meg, de szerintem nem fog ellenkezni túlságosan, hogy ezt a Nikaris sztorit, ezt két részre fogjuk bontani. Most így az első részben egy ilyen unboxing, összerelős, gépbemutatós részt akarunk ebből készíteni, és akkor egy 2-3 hét múlva, amikor már éles bevetésen tudunk róla véleményt is mondani, akkor még lesz róla egy második egy rész. Egy teszt, vélemény videó. A vélemény szabadságát azt mindenféleképpen kihangsúlyoztuk, hogy azt megtartjuk, és csak olyan véleményt szeretnénk róla mondani, ami valóságnak hát megfelel. Nyilván persze, mert ez sok ember nézi. Igen. Nem játék a pénz, úgyhogy... Igen, nem játék, nem mindegy, az ember mire költ el
x100 000 forintot. Így van. Na akkor bontsuk is ki a... Drága testvérem, ki lesz a megtiszteltetés, hogy kibont a dobozt. Hogy felmetszem? Metszed. Legyen. Itt is van még egy, amíg itt is van a szélén. Na. Lehet, hogy még kell rohadt a metszeni. Nem. Ja, még itt, add ide. Itt még van egy kis ragasztó. Na, jó. Oké. Csomag tartalma. Na nézzük, miből élünk. Kicsit azt mondja. Van egy lezárt fekete dobozunk, ami fehér. Ami fehér. Na nézzük. Van egy csomó zacsi. Telítőanyag. Hoppá. Mi ez, beragadt. Olaj? Keverék, vagy mi ez? Nem, ez sima, kétütemű Brix olaj. Ilyen motorolaj. Hála jó Istennek. Nagyon fasza. Oké. Okay. Várjál, rakom ide, hogy lássák itt a kedves nézők. Ez volt benne, nem? Kis uzsi doboz, ezt eltesztük majd később, hogy lehet, hogy jó lesz. Jó lesz későbbre. Jó. Van itt egy penge. Na nézzük. Van egy ilyen mulcskés. Aha, ez egy háromágú kés. Van benne anyag, majd meglátjuk, hogy hogy szuperál. A másikon is ilyen van, csak kisebb. Mondjuk az azért mutassam itt a különbséget a dolmárnak a késéhez. Igen. Hát egy kicsit nagyobb, meg azért ez már azért kapott az élettől. Kicsit már, ja, megkapta. Ez azért már meg kicsit megkapott. Kopott egy kicsit. De ugye... Ez meg ilyen epic shuriken. Igen, ebben azért... 2,5x305 mm, gondolom azt jelenti. És 10.000 fordulatszámra. Igen, 10.000 fordulatszám. Oké. Rendeltünk még hozzá egy csomag damilt, ez egy 2,7 millis 70 méteres erősített OP damil. Ebben ilyen drót van? Vagy azt hiszem, hogy valami acélszál van benne. Gondolom lassabban kopik, jobban visz. Ilyet még nem próbáltunk, még csak a sima... 2,4-es. Ja, 2,4-es négyszög alakú, nagyon csárga, hagyományos piaci damillal vágtuk. Az is elég jó de volt. Az egész jól bírta amúgy. Egész jól ment. Ez azért sokkal komolyabb. Hát ez ilyen 7000 forint körül összeg egy ilyen csomag. Ez hány méter? 70 méter. 70 méter. Ez 70 méter. Na, megnézzük ezt is. De akkor pakoljuk majd el, hogy látszódjon, hogy mi van itt. Na, van még hozzá egy heveder. Egy heveder. Annyi dilemmám van még, mert általában én szoktam kaszálni, de most már ugye nagyon terület Atinak is be kell szállni állandóan kaszálásra. Szerintem, mert ellep minket a fű. Hogy én balkezes vagyok. Nem kettő, csak egy. Nem két balkezes, csak egy balkezes, és hogy fogom tudni, hogy fog nekem kézre állni a kasza az, hogy jó legyen ez, de el is majd be fogok majd számolni, majd egy 2-3 hét múlva, hogy tudtam ezt kialakítani, de elég jó kis masszív, nem fog elszakadni egy darabig biztos. Ebben mi van, nem, hogy ilyen szivacs? Szivacs, aha. Márkajelzést néztem volna, hogy ez a saját gyárja, vagy ez valami... Hozzágyártott valami. Hozzá valami után gyártott, de nem látok márkajelzést rajta. Nem tudom. Nem baj, oké. Nem a márka a lényeg, az, hogy jó legyen. Akkor van egy hevederünk, illetve van még itt egy piros zacsink. Kis edző zacsi. Ja. Vagy táska, vagy mi ez. Na jó, várjál. Oké. És mik vannak még itt? Hoppá. Várjál, kaptunk itt még hozzá. Ajándék, vagy mi ez? Pétertől. Oszta. Kis cipő. Ja. Made in Japan. Ez izére való, ez ilyen
fohajtásokat kiszedni, vagy ez mire nem tudom, hogy mi a különbség a három ágú és a négy ágú között. Ki fogom próbálni, és erről is majd mondok véleményt, hogy mi a különbség a kettő között, mert láttam én már ilyen fűrészfogastárcsát, azt gondolom, nyilván valami vastagabb fászszárú agynövényzetre van kitanálva. Vagy izé, ez a láncfűrészlánc, meg ilyenek. Hát az brutál, veszélyes, elpattan a szem, vagy valami, ott az tarol mindent. Na, mégis álltam élőben egyébként. Na, kíváncsi leszek, hogy ez is mit tud. Egy ilyen brosúra hozzá, itt a Péter Láncfűrésznek a kis brosúrája. Vannak benne képek, meg ilyen. Ezt mutasd már majd a kamerának mind a két oldalát. Oké, akkor ilyenünk is van. Nagyon szépen köszönjük, Péter, ez nekünk is meglepetés volt, mert erről nem tudtunk, hogy itt kettő is lesz. Csomó sztárfotó, Péter és a kolléga. Egy lap szerintem. Egy lapos, egy lap, csak vastag. Jó. Ez a garancia jegy. Itt néhány el kell rakni. Tudni való esetleg, hogyha a csomag hiányos vagy valami, akkor ezzel lehet reklamálni, hogyha valami nem teljes. Amúgy már jártunk így, nem Péternél, egy másik céggel. Mit is vettünk? A felső marónál, nem kaptunk lettünk, késeket hozzá. És ugye úgy hirdették, hogy van hozzá 5 darab marókés. És nem volt. Úgyhogy ezt meg kell reklamálni, hogy nem kaptunk hozzá. De aztán pótolták is, tehát ahol se volt semmi gond, hál' Istennek. Van egy óriási nagy paksaméta használati utasítás. Na, következő csomagba egy szórásvédő, illetve egy Damil vágó adapter. Nem tudom, mi a pontos megnevezése. Igazából arra szolgál, ez egy levehető, tehát ez maga a szórásvédő, ez a fekete műanyag, illetve még rá van erősítve egy másik eszköz, ez a piros. Ez arra szolgál, hogy ne tudjál túl sok damilt kiengedni, vagy ha túlengeded, akkor ezt le is csapja egyből, tehát nem tudsz vele. Tehát ez végülis arra szolgál, ez a rész, hogy ne tudd a gépet túl erőltetni. A túl hosszú damilla. Mert azért vannak itt azért analfabéták is. Ez ilyen fém, ugye? Hát persze, ez egy ilyen kis, kis kés lenne. Acélkés, valami, hogy lecsapja a damilt. Ugye, mert itt azért van sebesség. Hát 10.000. Hát igen. 10.400-as. Jó, akkor van még egy ilyenünk. Oké. Van még egy, hát ez ilyen kis védő burkolat. Oké, erre nem hiszem, hogy szükségünk lesz. Mik vannak még itt? Hoppá! Ez megint ilyen ajándéktéma, mert ez nem volt a csomagban. Erre nem volt szó, igen. Köszönjük szépen, Péter, a meglepiket. A védőszemüveg. Olyanben lehet még búvárkodni is. Valóban, igen. Köszönjük szépen. És van még itt megint egy nagy csomó leírás. Oké, ezt majd megnézzük indítás előtt. Meg van még itt egy szerszám csomag, imbuszkulcs, akkor villáskulcs, maga a késnek a távtartó akármilyen, csavar. Oké, ennyi. Nagyon jó. Na, akkor következő egy másik kamerállásból akkor igen. A gépet megmutatjuk nektek. Ez a legjobb rész, na nézzük meg. Na, és akkor a lényeg most következik. Már ejtett itt, most cibálgatok itt ezt-azt. Ki tudjam hámozni a gépet. Jú, de komoly. Bitang. Na várjál, mert itt húzom a kábelt is magam után. Átlépek. Kaptunk még hozzá egy óriási nagy, brutál nagy damil fejet. Kegyetlen. Milyen német szöveg van rajta. Gondolom, hogy valami olyasmi gyártmány is. Akkor itt összerakás előtt még itt beszélek egy pár szót magáról a gépről.
ilyen hasznosabb információkat, hogy akkor mit is tud ez valójában. Gyere csak elrébb! Na, akkor ez egy nikari fűkasza, ez a kisebbik test, ugye ez az 50-es, ennél van egy erősebb az 55-ös, ez egy 45 köbcentis, 2,2 lóerős masina, Kawasaki motor, Warblow dupla torkos karburátor, gyerekek, azért ez nem semmi, légöblítéses motor, ezt meg is tudom nektek így mutatni. Gyere erre, mutasd csak meg. Kiveszem a légszűrőszivacsot. Dupla torok. Egy torok. Két torok. Hogy ez miért is jó? Ez azért jó. Kevesebbet eszik. Takarékosabb maga a gép. Illetve az élettartama is valószínűleg hosszabb lesz. Mivel levegőöblítéses motor, így a kipufogó gázt előöblítéssel tolja ki a rendszerből. Gondolom, hogy nem fog annyira retkelődni maga a motornak a belseje. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog ez majd alakítani. Hogy volt ez? Ja, így, bocsánat. Oké. Okay. Meg erről mutassak még meg a karburátort. Azért nem egy kínai cucc. Az ezt meg kell hagyni, gyerekek, azért nem egy kínai cucc. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mire képes. Na. NGK gyertya. Az se kutya. Rezgéscsillapításnál nem egy nagyon csillapított gépről van szó. Van itt magánál a szarvánál egy csillapítás, meg gondolom itt a kuplunkháznál is van még egy csillapítás benne, de ahogy olvastam róla, meg hallottam, igazából olyan nagy rezgést nem produkál a gép, elég jól kiegyensúlyozott a motor. 28-as cső, illetve amit még tudni kell róla, maximális fordulatszáma 10.400, és 5.000-től már leadja a teljes nyomatékát. Úgyhogy a 2,2 lóerője már 5.000-től azért az már ott van. A tankja az körülbelül 1 literes, hogy mennyit képes vele levágni, arról majd be fogok számolni későbbiekben. Nyilván ez terepviszonyoktól függ, hogy mekkora fű van, milyen vastag, hány éves, tehát itt sok minden. Milyen fű van, mennyire bogos a fű, meg ilyenek, szóval. Brutálul néz ki, az biztos. Súlya az 8,2 kg üresen. Illetve, még azért mondom, hogy a szökhajtás. Abba Koyo japán csapágyak vannak. Dupla csapágyazású. Ez is az élettartamnak a meghosszabbítását szorgalmazza. Jó, szerintem elég lesz a rizsából. Egyelőre rakjuk össze a gépet. Előkapjuk a kis szerszámos készletünket. És van hozzá minden. A felső konzolt eltávolítjuk. Berakom addig ebbe. Elég szép kidolgozáson, ahogy látom. Műanyagok is nem sorjásak, rendesen meg van csinálva. Egy kommentet olvastam róla, negatívat, összesen, az összes közül, aki azt mondta, hogy megolvadt neki a műanyag burkolat. Hát én nem tudom azt, hogy tudta csinálni, szerintem tiszta benzinnel tankolta meg a gépet, azt egyből nyilgázzal lőtte neki, mint az állat. Más nem tudok elképzelni, hogy mitől olvathatott az el. De mindenki más dicsérte magát a gépet.
Na. Karnak a beállítása. Nézd csak, még be is van jelölve. Bejelölték, hogy a két csík között valami ilyesmi formát kéne beállítani, de nyilvánvalóan ez úgy lesz, hogy az ember testre szabja saját magának, hogy hát ugye a legkényelmesebb, mert ugye nyilván ez egy, mit tudom én, 170-175 centi magas, átlagos testmagasságú emberre van kitanálva. Én nem vagyok annyi, se súlyba, se magasságba, úgyhogy nekem majd szépen be kell magamnak állítsam ügyesen, hogy ez nekem is kényelmes legyen, mert hogyha nekiesek vágni egy fél hektárt, akkor ne álljon már ki az ember keze túlságosan, ha nem musz. Még nem tartom kizártnak azt se, egy ilyen utólagos rezgéscsillapításra gondolok, hogy leveszem ezt a konzolt, és erre a szarvára még tekerekem egy vékony gumiréteget. Például egy rossz, nem tudom, bicikli belső, vagy valaminek egy darabot levágok, és akkor azt szépen rátekerem, és úgy fogom ebbe a konzolba beleszorítani. És akkor még jobban elveszi a rezgését. Esetleg most így ez jutott eszembe hirtelen. Ha erre szükség van. Mondjuk nem hiszem, hát a dolmám se rázott abszolút. Nem volt gondolat. Még 6 év után se. Annyi volt, gyerekek, hogy a gyári dolmár fej az 8 év után azt mondta, hogy köszönöm szépen, neki elég volt. Ennyi. Jó, nem kell a csavarokat túlcibálni, de azért legyen rendesen meghúzva. Jó. Annyi különbség van a 50-es és az 55-ös között motor és indítás szempontjából, hogy az 55-ösnek van itt egy félgázállásos kis kallantyúja, ennél a típusnál nincsen. Itt csak az van, hogy bekapcsolod, itt van egy kis pici kallantyúja erről a karburátornál, és hidegindításnál ezt fölpöccinted, így, ennyi, és utána ez a gázadásra automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Oké? Tehát ez így működik. Illetve, ami megegyezik, van itt egy csavar felül, ez arra való, hogy a maximális sebességet tudod vele állítani. Tehát, hogyha teljesen be van tekerve a csavar, akkor ennyi a maximuma, ha ki van tekerve, akkor meg több a végsebessége, tehát a fordulatszám akkor magasabb. Én, mivel a maximális 2,2 lóerőt lebírja adni már 5000-es fordulatszámon, én azt gondolom, hogy nem kell teljesen kitekerni belőle ezt a csavart, mert igazából nincs rá szükség, mert tudja, amit tudni kell, tehát azt a 2,2 lóerőt nem kell neki kitaposni a belét, hogy tudja. És akkor nézzünk még egy indítást neki, és a tartós tesztől meg kicsit majd később, egy következő videóban fogunk nektek majd beszélni. Na, tehát annyi, hogy akkor onállásba rakod a kapcsolót, szivatni nem kell, mert ezt már beindítottuk az előbb, és... Várjál. Tegyünk alá valamit a fej alá? Elkaparja magát. Mivel nem tettük még rá a szórásférőt, a védőblokkot, így érdemes alátámasztani, mert különben a kosza elszalad. Na nézzük. Van benne akarat, majd összerakom még majd a hámot is hozzá, beállítom magamra, és akkor majd kivisszük a birtokra, és már megnézem, hogy fog nekem ez kézre esni, mert kipróbálom élesbe a méteres gazba, hogy mit tud produkálni, mert itt ebből a kis piriszkából az nem mérvadó nyilván. De azt hittem, hogy nehezebb, de nem nehéz. Ez alumínium szár, meg ez a kidolgozása, nem olyan nehéz. Azt hittem nehezebb.
Csak ugye ez így szar fogni, mert amúgy is ebben oda kéne, ha igaz. De szerintem meg lehet szokni ezt is majd. Majd meglátom, hogy hogy esik kézre. Ha más nem átrakom a kart a másik oldalra, vagy valami. Tehát nem foglaltam ki. Na, csak nem bírtuk ki, kipróbáljuk. Így szórásvédő nélkül, minden nélkül kipróbáltuk, hogy na mégis milyen. Hát, harap. Harap, mint állat. Kemény cucc. Úgyhogy most már kinyomtam belőle a adaptert, most megpróbálom szétszedni. Aha. Hogy van ez? Ezt hogy tudom el... Aha. Aha, így jön ki. Oké. Okay. Ez egy régi, hagyományos fej. Tehát föl kell rá csévélni a damilt. Én ezt most leveszem róla ezt a gyári kis próbadamilt. Ez kettőből van föltéve. Valamit kiszortam, mi a rugót. Ezt én most leveszem róla, és megnézzük ezt a bitangot, hogy ez mit tud. Ja, mindegy, lehet így is húzni, oké, okay. Nem baj. Húzok belőle két darabot. Dolmára is így csináltuk, hogy ráléptünk, és úgy vágtam el. Az igen. Na, ezt jó szétszakítottam. Na mindegy, így is jó lesz. Bocsi, hogy itt most kicsit idétlenkedek, de ezt nekem is meg kell még szokni, hogy ez így, hogy szuper. Így hiteles. Így hiteles. Tehát itt rajta van a menetirány, hogy merre kell tekerni. Lehet át lehet rajta fűzni. Lehet, hogy nem is kell szétszedni. Ja, de. Aha. Ez csak azért, hogy így könnyebben tudod tekerni. Aha. Megnézzük, hogy mennyit tudok rátekerni kényelmesen. De rám megy ez a mennyiség. Szépen, nézd meg, kényelmesen rámegy. Oké. Okay. Beakasztom. Hogy szét ne ugorjon, és akkor egy másikat is tekerek rá. Ugye a másik oldalára is. Így. Igen, ezt azért még meg kell szokni ezt, hogy kell ezt összerakni pontosan. De nem baj, majd ezt is kitapasztaljuk, és akkor jön még a zárófedél. Aha, így. Oké. Hát esetleg még megigazítom egy picit, ez hosszabb talán. Kurva erős. Na, és akkor össze van rakva a fej, föl van töltve. Hát én nem tudom, ez meddig lesz elég ennél a gépnél, tehát én, ha föltekerek ennyi damilt a dolmára, az nekem egy fél szezon ki tud szolgálni. Úgyhogy olyan sűrűn azért nem kell szétszedni. Jó, lehet itt kérni Jetfix fejet, meg akármicsodát, de szerintem a régi hagyományos nekünk az úgy jobban bevált. Én néztem videókat erről a Jetfix fejről, nekem annyira nem jön be. Jó, örökös, mint a nyomorúság, mert alumínium tárcsa az egész, meg mit tudom én, de nekem annyira az nem nagyon tetszett. A régi hagyományos föl, jó, nehezebb megtölteni, az tény,
de nem is ipari termelésben lesz, hogy itt állandóan kelljen rajta damint húzni minden nap 56-szor. Szerintem legalábbis ez az én privát véleményem. Na, akkor nézzük meg a szórásvédőt. Így. És akkor ehhez, ha igaz, akkor van... Megáll ez így? Van nekünk... Négy csavarunk. És az elvileg az így kell rájöjjön. Tehát ráhelyezed a szórásvédőt, a négy luk stimmeljen, jön rá egy lemez, erősítésnek gondolom, és akkor négy darab torcsavarral meg rögzíted. És akkor szépen, óvatosan csavarokat meghúzni, átlósan, hogyha lehet. Nem kell belecibálni azért az alumíniumba, mert nem nagyon szereti. De azért ne is hagyjuk el félúton. Így. Nézzük meg még egyszer. És így már nem kell alátenni semmit, mert ugye a szórásvédő annyit emel rajta, hogy ne szaladjon el a kasza. Levágta. Oké. Na jó, ennyi volt tényleg most már. És akkor tartós tesztel majd jövünk egy 3 hét múlva körülbelül. Addig is, sziasztok! Sziasztok!